Minden ellenlázadtam. Ami kocka, ami egyenes, ami meg van mondva, a család ellen, az iskola ellen, hogy tanulni kell, hogy dolgozni kell, ezeket én nem láttam be. Helyzetből, ami egyébként egy olyan időszakban volt, amikor hozzám hasonló gyerekekkel, tinédzserekkel kint az utcán voltam, és egy ilyen csöves hippi életet éltem, szipusztam, rengeteget ittam. Ebből az életformából lettem édesapa. Ez a bandázás, stoppolunk az egész országban, megyünk mindenfelé, amerre csak szeretnénk. Tehát azt hittük, hogy nagyon szabad emberek vagyunk. Ez jelentette számunkra a szabadságot, de egy idő után egy nagyon nagy üresség volt bennem, és egy nagyon nagy vágy, egy nagyon nagy vágyakozás, hogy szeretnék, annyira szeretnék, annyira tiszta lenni mi gyerekkoromban. Tehát így megcsömörlöttem, és úgy, mintha egy kicsit egy álomból ébrednék föl, így, hogy te jó égen, most mit csinálok? És ezért nagyon hálás vagyok, hogy tényleg istenfélelemre neveltek a szüleim, mert ott volt bennem a mélyében ez a mag, és tudtam, hogy hova kell nyúlni. Úgy döntöttünk, hogy össze is házasodunk, hiszen ott Isten igében azt olvassuk, hogy ne legyünk paráznoságban, ne legyünk olyan házasságban, amit nem Isten előtt kötöttünk, és így döntöttük el, hogy össze házasodunk. Lázadó korunkban is lazák voltunk. Na most erre még egy lapáttal rátett a hit, mert számunkra a hit az nem egy etikai, erkölcsi, jó keresztények leszünk és dolgozunk, és nem ez volt a fő világképünk, hogy lesz 3 gyerekünk és 4 kerék, és akkor minden rendben lesz, hanem ez a jézusi hit, a Jézusba való hit, ez még egy lapáttal tett rá, hogy na, akkor még bátrabban, és akkor megváltoztatjuk a világot, és mi boldogok leszünk. Nekem Isten megmutatta, hogy kicsoda Gábor. Ha csak így ránézett valaki, akkor nem azt látta, amit nekem Isten megmutatott, mert egy szakadt, csöves srác volt, hosszú hajjal. Engem többen próbáltak lebeszélni, hogy szakítsak Gáborral, mert ő vele nem lesz jövőm. És olyan érdekes volt, mert semmi nem ment a szívembe ezekből a beszédekből. Éreztem, hogy az az igaz, amit mások nem látnak, de én látom. Meg voltak a küzdelmeink, a hitharcaink, gyakorlatilag, ha magam oldalát nézem, akkor én azt gondolom, az első 10 évem egy rehabilitációs, egy ilyen rekreációs folyamat volt, hogy a fiú, akinek nem volt apja, nem volt apa képe, nem tudta, mi a munka, nem tudta, mi a tanulás, mert mindig lázadozott, aki lopott, aki szipuzott, ez a fiú meg kell tanuljon fölnevelni egyre több gyereket, meg kell tanulnia, hogy munkahelyre kell járnia, időben kell érkeznie, és meg kell csinálni a munkát, mert különben kirúgják, mert pénzt kell keresni, meg kell tanulnia állatokat tartani, amihez nem ért, meg kell tanulnia csapatban dolgozni, alkalmazkodni, nem lázadni, és közben, hála Istennek, ő megtartott, tehát Isten megtartott minket abban, hogy napi szinten olvastuk a Bibliát, imádkoztunk, úrvacsoráztunk, és közösségben éltünk, tehát számomra és számunkra ez egy hitharc volt. Voltak nagyon nehéz körülmények, amik között éltünk,
De olyan érdekes, hogy azok igazából nem okoztak olyan nagy kihívást. Hát talán azért is, hogy fiatalok voltunk, kalandvágyok voltunk, úgyhogy... Tehát így tényleg voltak, főleg a rokonságban, hogy így kicsit néha elszörnyűködtek, amikor tudom, kerekes kutból húzni a vizet, és fát behordani, és parhelten főzni, és volt olyan, hogy áram nélkül élni, 6 gyerekkel. Tehát, hogy voltak nehéz körülmények, de érdekes módon ezek nem voltak olyan nagy kihívások, mint a belső kihívás. Voltak lovaink, szamaraink, tehenek, kecskék, juhok, baromfi, mindenféle. És hát közben ugye elkezdtek születni a gyermekeink, amiért nagyon hálásak vagyunk Istennek, mert ezt szokták tőlünk kérdezni, hogy miért van ennyi gyermekünk, hogy így terveztük el, és hát azt kell mondanom, hogy nem így terveztük, mert mi a tervezést tényleg átadtuk Istennek. Annyira az volt a szívünkben, hogy mi teljesen úgy akarunk élni, hogy az életünk minden területét alárendeljük Istennek, és akkor gyerekvállalással is így voltunk, hogy hát mivel Isten nem téved, akkor csak tudja, mit csinál, akkor legyen annyi, amennyit ő akar, mert tudtuk, hogy, tehát elhittük már, hogy ő az élet forrása. És ilyen egyszerű szívvel, gyermeki hittel így ezt a területet is így átadtuk Istennek, és hát ezért született ugye 11 gyermekünk, akikért nagyon hálásak vagyunk, mert mindegyik fantasztikus, nagyon klassz gyerek. Az egy eleven gondolat volt bennem, hogy a nő egy test, a nő egy engem kiszolgáló és engem mindig megbántó figura. Nem tudtam ezt megmagyarázni fiatalon nyilván, és nagyon zavaros volt ez a fejemben, de meg kellett értenem, hogy a nő az én segítőtársam, hogy a tanácsadóm, hogy szeretni is tud engem. Nem csak bizonyos szolgáltatásokat tud megtenni nekem. Nagyon nehéz volt férfiként így ezt megérteni, hogy a nő számomra egy olyan személy, akit hogyha szeretek, akkor magamat szeretem. Adnom kell magamat, tehát nem csak elvárnom. Nagyon érdekes dolog azért a házasság, nagyon nagy kihívás. Az egyik legszebb dolognak tartom, tehát Isten, amit kitalált, egy fantasztikus dolog, de egyben a legnehezebb is, mert hát ugye azért a házasság a legrosszabbat ki tudja hozni belőlünk, mert ott kiderül, hogy kik vagyunk, ott nincsenek titkok, nincsenek állarcok, otthon az vagy, aki vagy. Teljesen másképp neveltek minket. Gábort, hát lehet mondani, hogy az volt a nevelés, hogy nem nevelték, ez tényleg a szónak a szoros értelmében. Engem meg nagyon poroszosan neveltek, és ebből kihozni valami csodát, egy varázslatos, szép dolgot, ami a házasság, hát ehhez kellett formálódni. Az, hogy már Jézus ott él a szívünkben, és ott élt a szívünkben, és a Bibliát minden nap olvastuk, ezért ez nagyon nagy segítség volt. Megérteni azt a titkot, hogy én akkor leszek boldog, hogyha boldoggá teszem a házastársamat, mert mi egy test vagyunk, és hogyha őt bántom, akkor én is sérülök. Ha neki örömet okozok, akkor azáltal én is boldog leszek, és ez egy csomó felismeréssel járt, amit meg kellett küzdeni magamban. Az első gyereknél nem tudtam mi az, hogy apa. Tehát, hogy így fogtam a gyereket, ha egyáltalán megmértem fogni, és így
így is folyik, meg úgy is folyik, meg ordít. Tehát ez így egy, meg fiú, mi lesz ebből a gyerekből, ugye akkor nehogy ez legyen, ami velem lesz, akkor próbáltam megtalálni a bibliai nevelés mintát, hogy mit kell csinálni ilyenkor. Aztán persze belerázottam, és kezdtem megérteni nagyon nehezen, hogy mi az atyaság. Egyébként az évekbe került a saját életemben legfőképpen, de velük szemben egyre inkább kezdtem megérteni. Isten látja, nekem a gyerekek soha nem volt kihívás. Tehát én annyira örültem mindegyik gyermekünknek, és mindig, amikor megtudtuk, hogy születik egy újabb baba, hát én nem is tudom, mi a mennyekbe éreztük magunkat, tényleg. Tehát, hogy így soha egyszer nem fordult elő az velünk, hogy így spekuláltunk volna, jaj, de miből fogunk megélni. Nem jutott eszünkbe. Tehát annyira rábíztuk Istenre az életünket, úgy voltunk vele, hogy hát ha ő ad gyermeket, akkor tuti, hogy nem lesz gond, mert ő adja, akkor majd ő segíteni fog nekünk. És mindig gondoskodott rólunk Isten. Mindig. Mindig jól laktunk, mindig volt, ahol lakjunk, és mindig tudtunk nevetni. Áldás volt. Mi együtt formálódtunk. Szerintem Etelka is az anyaságban, a női szerepben, meg én is az apaságban, a férfi szerepben egymást is építettük. Tehát az egytest kapcsolat számunkra egy olyan szimbiózis, amiből tehát nem tudsz minket úgy kérdezni egyenként, hogy egyedül válaszoljunk rá, mert mindenben együtt nőttünk. Volt olyan helyzet, hogy nekem mondták, hogy váljak el Gábortól, és én mondtam, hogy hát akkor milyen segítőtárs vagyok, hogy nincs jó állapotban, és hagyjam cserbe, akkor én buktam meg. Én segíteni akarom őt, hogy megvalósuljon az a kép, amit nekem Isten adott, hogy ő kicsoda, hogy ő egy csodálatos ember, és én ezt valahogy, ez annyira ott volt mindig bennem, hogy én nekem segítőtársként ezt kell tegyem, hogy ő azzá legyen, akinek ő Istent megálmodta. Kelj fel én, mátkám, én szépem, és jöjj hozzám. Én galambom, a kősziklának hasadékiban, a magas kőszálnak rejtekében. Mutasd meg nekem a te orcádat, hadd halljam a te szódat, mert a te szód gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes.